Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu oldalt nézitek, a képen pedig a Razer Blade legújabb verziója látható, aminek a 14 szoros kijelzője már 3200-tól 1800 pixeles felbontással rendelkezik, illetve amint látható a gamer masina kapott érintő kijelzőt is. Maga a kijelző, illetve a körülötte lévő terület teljes egészében fényes, átlagos keretünk van sztereó mikrofonnal, kamerával, illetve a kijelzővel, ami nagyon szép betekintési szögekkel rendelkezik. Alulról megnézve egy szép letisztult felületünk van, zöld színű megvilágításúak a gombok. Ez egy 14 szolos gamer gép, így nincs hely numerikus padnak. Van viszont helyette, itt amit látható hangszóró, a billentyűzet két oldalán, tehát sztereó hangszóró, itt rögtön igazából szembe kapjuk majd a hangot. Fém házunk van egyébként, felülre került a bekapcsoló gomb, alul méretes touchpad van, két különálló gombbal. Lehajtjuk a fedlap is, fém nagyon szépen néz ki igazából. Oldalról picit talán MacBook Pro hatású a gép, amely kapott egy tápcsatlakozót, kettő darab USB 3-ot, itt látható Razernél minden zöld, tehát az USB nyelve is, illetve van egy audio csatlakozónk. A gép elején csak egy zöld visszajelző LED van, erről az oldalról pedig még egy USB, egy HDMI teljes méretű, illetve egy Kensington lock is, hátul sincs semmi. Amint látható, házi bővítésre nem nagyon van lehetőség, csak kettő darab nagyobb méretű hűtőnyílásunk van, más semmi. Nézzük meg magát a hardware-t, elvileg egy eléggé erős konfigurációnk van. Előbb ránézzünk magára a felbontásra, megbizonyosodjunk a 3K-ról, ami itt látható, 3200x1800 pixel, amíg ezen nagy méret mellett is látható, hogy egészen használható elemeket kapunk. Maga a háttértár mérete, ez valószínűleg így van, 256 GB méghozzá SSD-ben, nem is merevlemezben. Részegységeket tekintve pedig Intel Core i7 4702 HQ-t kapunk, 2,2 GHz-es órajellen, 8 GB RAM-mal, illetve, hogyha ránézünk a control panelre, láthatjuk azt, hogy egy Nvidia GeForce GTX 870 videókártya került ebbe a vékony 14 szolos gamer gépbe. Ez volt tehát a Razer Blade 2014-es verziója, 3200x1800 pixeles 14 szolos kijelzővel. Kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu oldalon. Sziasztok!